Kellemes estét kívánok, Önök az aktuális látják. Ismételten elindult az az egy hét, amikor minden a diákokról, a diákságról szól. Vasárnap útjára indult a 25. jubileumát ünneplő garabonciás napok, ahol ismételten több ezer diák fog majd részt venni. Hát nézzük is meg, hogy mi is történt először. Éve szól egy teljes hét a középiskolásokról. Ilyenkor napokon keresztül frenetikus hangulat uralkodik az utcákon. Erre az alkalomra a diákok már hónapokkal előbb készülni kezdenek. Egy igazi kampány dolgoznak ki rendezvényekkel, mindezt egyedi témák köré csoportosítják. A miénk a félelemmel kapcsolatos téma, hogy győzik le a félelmeinket, vagy hogyha nem is győzik le, próbáljuk meg őket kezelni, és próbáljuk meg a hasznunkra terelni őket. A diákok ilyenkor szívesen áldoznak a szabad idejükből és támogatják iskoláikat. Nagyon szeretem az Andrássy iskolát is, így növeljük a diák közösséget, és nagyon tetszik. Ha minden feladatot a legkreatívabban, legjobban oldanak meg a stábok és a jelöltek, akkor az adott iskola delegáltja lesz a diák polgármester. Ezután ő és kampánystábja együtt képviselik a fiatalokat, érdekeiket. Ezen felül az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolnak. Ahogy tavaly a Gara után az új diákpolgármester felkeresett, és azt követően is sűrűn tartottuk a kapcsolatot, most is ezt ígérem neki és a csabai középiskolás diákságnak. Nagyon sok közös programunk volt, és én azt gondolom, hogy ezt tudjuk még fokozni. A fáklyás felvonulás végén a Csaba Gyöngy előtt felállított színpadon a 8 jelölt mutatkozott be, majd átadták a helyet az Ayri Maffiának. Ez pedig már a Csaba Gyöngye előtti Garabon City, azaz a diákváros, ahol hétfő reggeltől pezseg az élet. Asztali tenisz, csocsó és sok-sok finomság is várja a diákokat. A kékbe öltözött vízműs tábja arra biztat bennünket, hogy vállaljuk önmagunk. Ezért is a szimbólumunk a maszk. Ez egy olyan tárgy, ami elrejti a valódi énünket, és erre szeretnénk az embereket rávilágítani, hogy dobják le ezt a maszkot, és adják önmagukat, mert ugyebár mindenki sokkal jobban érzi magát a saját bőrében. A programok a város számos pontján zajlanak, oktatási és kulturális szintereken, Békés Csaba közterein, főterén. Idén lett 25 éves a Diákfesztivál, melyen évről évre fiatalok ezrei vesznek részt óriási lelkesedéssel. Én azt gondolom, hogy a lényege az, hogy egyrésztről új közösségek kovácsolódjanak, hogy új kapcsolatok szülessenek a diákok között, hogy megtanuljanak önállóan dönteni, csoportot vezetni, csoportban gondolkodni, csoportban dolgozni. A diák polgármestereket csütörtökön választják majd meg, addig is több száz program várja a fiatalokat, akik délutánonként és esténként ingyenes előadásokon, könnyű zenei koncerteken, szabad egyetemen, előadói esteken és kampányprogramokon vehetnek részt. Stúdiumban köszöntöm Fodor Józsefet, a Garabonciás Napok ötletgazdáját, megálmodóját, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Hát nem kérem azt tőled, hogy ezt a 25 évet foglald össze, mert az nem lenne olyan egyszerű. Viszont arra azért szerintem mindenki kíváncsi, hogy mi volt az alapgondolat, az alapötleted, hogy miért hívtad életre a garabonciás napokat? Ez visszanyúlik gyakorlatilag ugye a rendszerváltozás időszakára. Ugye ott 90 környékén, ugye, amikor az előző rendszernek az ifjúsági szervezetei, meg annak az utódszervezetei, tehát a KISZ után a DEMISZ, a VDS, stb. Ezek megszűntek, akkor tulajdonképpen nem maradt az országban, nem csak Békés Csabán, hanem máshol sem olyan szervezet, ami ezt a korosztályt összefogta volna, és lokalizációs vagy városi szinten mozgatni képes lett volna. Ugye az új pártoknak az ifjúsági szervezetei még nem tudtak beágyazódni addig társadalmilag, és tulajdonképpen az a hiány, ami akkor kialakult a 90-es évek elején, az szülte az alapgondolatot magát, hogy azokat a korábbi művészeti versenykategóriákat, a egykori József Attila Szaboló versenyt és stb. Egyéb ilyen városi szintű középiskolai versenyt, illetőleg valamiféle városi nagy új versengést, ez lett a diákpolgármester választás, ezt gyúrjuk egybe, és csináljunk egy rendezvényt a 14-18 éves korosztálynak. És ne felejtsük el, hogy ezért a garabonciás napok semmit nem veszített az értékéből, a nívójából, hanem folyamatosan fejlődött, és most is ezt látjuk, Ayri Maffia koncert és stb. Azért már most nagyon sok minden történt. Hogy érzed,
amikor, most egy kicsit a végére megyünk, hogy amikor már megszületik maga a diákpolgármester, ő mennyire tudja a saját akaratát, vagy az iskolájának az akaratát a diákokat érvényesíteni, mondjuk úgy? Nem ez a jellemző, hogy az akaratát tudja érvényesíteni. Az tény, hogy egyre inkább úgy jönnek el a jelöltek az iskolákból, hogy ők komolyan veszik azt, amit csinálnak, komolyan veszik a saját program elképzeléseiket, és a következő egyesztendőben, amikor nincs ugyan ilyen nagy truvály, mint ezen az egy héten, de ők igenis próbálnak dolgozni, és próbálják azokat az elképzeléseket megvalósítani. Ezt most szerencsére azt gondolom, hogy ami értelmezhető jó elképzelés, azt a városon is tudják vinni, de alapvetően én azt gondolom, hogy ők ezt az élményt megélni akarják elsősorban. Tehát amikor vége a rendezvénynek, akkor most kis túlzással azt mondom neked, hogy a jövő héten már elkezdik szervezni a következő évit. Tehát túlélik azt a sokkot, amit a verseny végeredménye jelent, és utána elkezdik a következőt elemezni, meg tervezgetni már. És ez egy egészen elképesztő mozgató ereje van ennek az egész dolognak, mert hiszen mi még meg se hirdetjük a jövő évi garabonciást, azt sem tudják, hogy lesz-e rendezvény, vagy hogyha lesz, akkor milyen feladatokkal, vagy milyen struktúrában fog működni az egész. Nekik van egy elképzelésük, és az alapján mennek. Tehát, hogy szerintem számukra elképzelhetetlen egy olyan opció, hogy ez a város egyszer azt mondja, hogy na jó, akkor jövőre már nem lesz ez a rendezvény. És akkor egy kicsit pillancsunk bele magába a rendezvény sorozatba. Mi is szokott történni? Volt a fáklyás felvonulás, koncert elindult. Aztán hogy áll össze a képlet? Ti ezt hogyan találtátok ki? És ebben egyébként van-e változás, hogyha visszatekintünk az előző évekre? Arányeltolódások természetesen vannak. Három fő szerkezeti egysége volt mindig is a rendezvénynek, tehát 25 évvel ezelőtt is. Egyrésztről voltak a művészeti, sport versenyek, vetélkedők, amik városi szinten zajlanak, másrésztről voltak kiegészítő kulturális szórakoztató programok, harmadrészt meg volt maga a diákpolgármester választás. Na most ezek a szerkezeti egységek nem változtak, az arányok eltolódtak egy picit, és értelemszerűen a diákpolgármester választás irányába tolódtak, mert hogy a gyerekek számára ez a legnagyobb élmény. Tehát ez a legnagyobb kihívás, ők erre készülnek, ez a legnagyobb verseny. Ilyen szempontból már a kulturális és szórakoztató programoknak is egy jelentős részét ők szervezik. Mert hogy nem csak arról szól a történet, hogy mi most néhány központi rendezvényelemet, mint a fáklyás felvonulást, vagy a happeninget, vagy a kampánykoncerteket, vagy a nem tudom, a záró felvonulást, vagy éppen most az 56-os rendhagyó történelem órákat, tehát hogy ezeket megszervezzük, hanem arról szól, hogy ők a saját kampányukban, a saját kampányidőszakukban, tehát vasárnaptól csütörtökig szerveznek önálló programokat. Teljesen maguktól, ők találják ki, ők döntenek a helyszínről, szervezik le a helyszínt, az eseményt, a résztvevőket, ők szerveznek rá közönséget, ők marketingelik, menedzselik az egészet. És ezek a rendezvények most már darabszámra mindenképpen abszolút túlsúlyba kerültek, az idén több mint 200 programot szerveznek csak a gyerekek maguk a saját négynapos kampányidőszakukon belül. Hogy veszed észre, mennyire tudnak mindig megújulni, olyan gondolatokkal, olyan kreativitással működni ezek a kampánystávok, ezek az iskolák, akár ezek a srácok, lányok, hogy az mindig megállja a helyét, mindig legyen valami új, és egyáltalán, hogyha megnézzük az előző éveket, ez szerinted fejlődik folyamatosan? Változik, én azt mondom. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket ők csinálnak, amiket nem lehet objektív mércével kijelenteni, hogy most ez fejlődés vagy nem fejlődés. Ahogy a generációk váltják egymást, és ahogy a korosztályok már mind másként és másként szocializálódnak, az értelemszerűen itt az esemény sor szervezésében is visszatükröződik. Tehát az, hogy ők milyenek, azt adják vissza akkor, amikor egy kampányprogramot összeállítanak, vagy kitalálják azt, hogy mi lesz az ő pártjuknak a tematikája, mi a koncepciója, stb. Folyamatosan alakulnak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan ügyesek, elképesztően önállóak most már. Az előző évekből értelemszerűen mindig akarnak meríteni, de mindig benne van az a bizonyítási vágy a minden egyes kampánystábban, hogy túl akarja ugrani az iskolájának az előző évi eredményét, vagy az előző jelöltnek meg a kampánystábnak az eredményessége fölé akar lépni folyamatosan.
vissza tudják adni azt, amit akarnak, és ki tudnak nyílni abszolút. Azért ez az is kell. Itt a szereplésen túl még rengeteg dolognak kell, hogy együtt álljon. Akár egy kampánystáb életébe, akár a jelölt életébe és fejébe. Hát ez a legfontosabb, igen, hogy létrejön-e az a közösség, aki együtt tud dolgozni meg az előkészületi időszakon. Ez már csak a show része, ez az utolsó 5 nap, amikor a garabonciás történik, de hát ezek a diákok már gyakorlatilag hosszú-hosszú hónapok óta egy meglévő stábbal dolgoznak, már tudták tavaly évvége felé már mindenkinek megvolt gyakorlatilag, hogy ki lesz a polgármester jelölt, ki a kampányfőnök, kik szerepelnek a stábban és mit fognak csinálni. Tehát összeér egy közösség az iskolában. Hogyha ez a közösség jól működik, és az iskola is tudja őket támogatni, és van egy olyan kampányfőnök, akit tudnak követni, meg van egy olyan jelölt, akit tudnak követni, a kampányfőnök tudja irányítani a saját stábját, akkor abszolút eredményes tud lenni a dolog, és van értelme. Nyilván annak nem sok értelme, hogy valaki szeptember elején kitalálja, hogy na akkor én nagyon jó jelölt vagyok, és akkor én is elindulok. Ez nem is így működik egyébként, de hogy általában az ilyen szituációk azok nem sok sikerrel kecsegtettek eddig. Ezért kerülik is egyébként ezt az ilyen típusú kiválasztást az iskolák. Általában az iskolák saját maguk döntik el, hogy milyen módon választják ki a jelöltet. Jó néhány helyen már az iskolának a szervezeti működési szabályzatában is rögzítik, hogy a garabonciás napokon indulnak, és hogy a garabonciás napokra a diákpolgármester jelöltet, például az iskola igazgató választáson választják ki. Tehát aki az iskola igazgató, diákigazgatója lesz, ő lesz a jelölt. Tehát szervezetten és folyamatosan készülnek. Szerinted te folyamatosan figyelemmel követed az eseményeket, hogyha nem vagy itthon, akkor is visszajössz, amikor garabonciás napok vannak. Hogy látod a jelöltek, a stábok, de akár az iskolák mennyire szoknak össze egy-egy ilyen alkalom során, és akár ezt az itt megszerzett tudást, vagy mindent tovább tudnak vinni idézőjelbe a való életbe, amikor már ők dolgoznak, akár egy csapat összekovácsolásában, vagy bármiben ez segítség lehet szerinted? Biztos vagyok benne. Tehát én ezt elmondom nekik minden évben, hogy igen, nehéz lesz majd a rendezvény végén, amikor kiderülnek az eredmények. De ezt fel kell tudni dolgozni, mert hogy összességében mindannyian nyernek ezáltal a rendezvény által. Tehát az itt elvégzett munka, az szerintem akár a munkaerő piaci értékét ezeknek a fiataloknak később iszonyatosan tudja emelni. Teljesen másként tudnak viszonyulni majd egy állásinterjúhoz például, vagy egyetemi felvételihez, vagy bármihez, hiszen már hozzászoktak ahhoz, hogy csoportot irányítanak, csoportban dolgoznak, vagy akár 3-4 ezer ember előtt tudnak beszélni. Fodi, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor mindjárt folytatjuk a szakértő zsűri egyik tagjával. Én is köszönöm. És akkor még mindig garabonciás napok, Pásztor Csaba, te a zsűri tagja vagy, köszöntelek itt a stúdióban. Üdvözlök mindenkit, szia! Mennyire nehéz a szakértő zsűri dolga ilyenkor az egy hét alatt, és egyáltalán milyen feladatokat kell teljesíteni? Hogyan áll ez össze? Hát mennyire nehéz, mondhatni egy olyan hagyományt folytatunk, ami az elmúlt 5 évben nem került megrendezésre, mert 20 évig, amennyire tudom, volt zsűri, utána 5 év kimaradás után mi vagyunk az első generáció, aki ezt folytatja. De a szervezők eléggé részletesen elmondták, hogy mire kell figyeljünk, mik a fontos dolgok, hol kell ott lenni. Nagyon komoly programbeosztásunk van, páronként kell elmenjünk a rendezvényekre, ami abból áll, hogy a kötelező programokon ott kell lenni az összes zsűrinek együtt, egy-egy csoportba, majd ki vagyunk osztva a különböző iskolák stábjainak programjaihoz, és ezekre kell figyeljünk a megadott szempontok alapján. Most már ugye kedd este van, és mi történt eddig? Eddig mit tudott a zsűri mondjuk úgy megnézni, megvizsgálni? Hát az egész garabonciás napok ugyebár a fáklyás felvonulással kezdődik, és a mi munkánk is ott kezdődött, mert figyelnünk kellett az iskoláknak a rendezettségét, mennyi embert mozgattak meg, tehát úgy egészen a fáklyásra kellett figyelnünk. Utána a következő napon voltak már kampánykoncertek, illetve minden iskolának idén meg kell rendezni egy 1956-tal kapcsolatos rendhagyó történelemórát, ezekre is be kellett mennünk, és ennek a bonyolítására kellett figyelnünk, illetve hogy mennyire interaktív, mennyire informatív. És
egyáltalán az egyéniek megszervezett programok lebonyolítására, a program minőségére, és hogy hogyan érezzük magunkat a Gara City-ben, tehát a stábokkal és a jelöltekkel. Tehát magával azzal is foglalkoztak, ugye, hogy milyen az atmoszféra. Most egy kicsit visszamegyünk 56-hoz, jó? Megnézzük, hogy ott mi is történt. Nem szeretnék, hogy kiemelj bárkit, mert olyat nem szabad természetesen. De mekkora különbségek voltak, hogyha megnézed, nagy eltérés volt, mindenki oda tette magát. Azért végignéztétek, látjátok most már, hogy mi a helyzet. Különbséget én abban véltem felfedezni, hogy hogyan, miképpen rendezték ezeket az órákat. Volt óra, amelyben a stábot és a diákokat teljes mértékben bevonták, szavaltak, vagy zászlót rengettek, és volt, ahol csak a tanár kiállt és elmondta. Mind a kettőt le lehetett bonyolítani zseniális módon, mind a kettő élvezhető volt, de a legnagyobb különbség ezekben volt szerintem. Ez személy szerint gondolom én, hogy te is azt tartod mondjuk úgy jobbnak, amikor a diákok előadtak valamit, vagy verset mondtak. Szerinted mennyire készültek fel erre? De nyugodtan vétózz meg, hogyha nem azt tetszett neked a legjobban. Én is persze, hogy ezt szeretem a jobban, én is diák vagyok, ez áll hozzám közelebb, és a tanárok nap minden beszélnek hozzánk és mondják az okosságokat, tehát ez áll hozzám is közelebb. És hát elég régóta lehet ezt tudni, hogy készülni kell és hogyan kell készülni, úgyhogy én szinte mindegyik iskolával elégedett voltam, és kifogásolhatatlan volt, amit bemutattak, mert élvezhető volt, egybe volt, jó volt, úgyhogy hogy nagyon jól összetették. Meg is lepődtem. Hogyha megnézzük, tényleg már itt az elején nem egyszerű a feladat, mik azok, amik szerinted még nagyon komolyak lesznek, és tényleg egy olyan erőpróba, ahol azért eldőlhet most már, hogy melyik kampánystáb és melyik jelölt mondjuk úgy bukik el a nyolc közül. Ugye? Hát egyértelműen a kampány happening az, ahol igazából meg tudják mutatni a stábok és a jelöltek, hogy mivel is készültek és hogy hogyan. Tehát teljes mértékben ez szerintem meg fogja bontani a mezőnyt, mert nagyon szoros, de ez az egyik legnagyobb szórás. Illetve még a kampánykoncerteknek nem ment le az összessége, tehát ott is lehetnek meglepetések, de nagyjából a kampány happening lesz az, ami szerintem mostantól döntést hoz a dolgokban. Közben mi fog még történni mondjuk a holnapi napon, mi vár a diákságra? A holnapi nap folyamán, ahogy már említettük, minden egyes stáb szervez meg független programokat, amit a központi programoktól külön ők szerveznek, ők hívják az előadókat esetleg, hogyha vannak, ők marketingelik, az egészet ők csinálják. Ennek a palettája nagyon színes és széles, hogy miben vehetünk részt. Ezek teljes mértékben holnap elérhetőek lesznek, és hát a kampánykoncertek is tartanak még holnap. Megreméljük, hogy jó idő lesz. És akkor reméljük. Kampány happening, egy kicsit beszéljünk erről. Ez hogyan fog összeállni, és ebben van-e valami változás? Sportcsarnok, felvonulás, diákpolgármester változás, választás, hogyan áll össze? Hát a kampány happening az idén is a Csaba Gyöngyében lesz megtartva, amennyire tudom. És igazából ez minden évben ugyanúgy alakul, elkezdődik egy megadott időpontban, és akkor a jelöltek és a stábok bemutatják az ő műfajilag is igazából mindenben kötetlen produkciójukat. Az egyetlen megkötés az az idő, és az idő alatt ők bármit létrehozhatnak. Leggyakrabban csinálnak egy filmet, és utána van benne egy tánc, illetve más látványos elemek, de a film az szinte mindig visszatérő, és szerintem nagyon fontos is, mert megfogja a diákságot, aztán a táncnál meg csak tátva marad a szánk, hogy miket is látunk igazából. És akkor ne felejtsük el, hogy a Csaba Gyöngye kulturális központba vártok majd mindenkit szeretettel, az összes diákot. Még egy időpontot, hogyha valakinek esetleg elkerült a figyelmét. Ez kedden 16:30 fog kezdődni, és készüljön mindenki megfelelő mennyiségű étellel és itallal, mert hosszú lesz, de megéri végig ülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!